27. alkalommal rendezték meg a felnémeti születinapokat. A négy napos rendezvényen a városrész lakói plakátkiállítással, játszóházzal, a születi koszorú szentelésével és születi felvonulással ünnepeltek. Lássuk! Huszonhetedik alkalommal rendezték meg Felnémeten a születi napokat, melynek megnyitóján Juhász Attila Simon, a Heves megyei közgyűlés elnöke, a városrész hagyományait méltatta. Beszédében hangsúlyozta, hogy a templom és az iskola azok a helyszínek, amelyekre érdemes építeni, és a civil szervezetekkel együtt igyekeznek bevonni a fiatalokat is a közösség életébe. Ezek a civil szervezetek, ezek nyitottak a fiatalok felé. Épp ugye az előbb a Kulturális Egyesület elnökasszonya említette volt, hogy a diákoknak egyrészt programokat kínálnak, a legkisebbeknek ugrálóvárat, a nagyobbaknak pedig számos érdekes programot, de ezen túl még a kötelező diákmunkában való részvételt is támogatják ezek a civil szervezetek, és itt ezt az önkéntes szolgálatot, amit a diákok teljesítenek, ezt is a szűkebb pátriájukba, itt a település részükért, és azokért az emberekért, akik itt élnek és itt dolgoznak, tudják teljesíteni. Ez a legjobb összeállás, amit el tudok képzelni. A programsorozat kezdetén plakátkiállítás nyílt a Pásztorvölgyi iskolában. Jeles terész természetfestő a Festő Születik rajzpályázat díjait adta át a gyerekeknek. Jelen volt a Felnémeti Lokálpatrióta Egyesület és a Felnémet Kultúrájáért Alapítvány elnöke is, akik idén rendhagyó módon négy naposra bővítették az ünnepet. 27 éve, hogy megrendezzük ezt a programot, eleinte csak születi felvonulás volt, aztán később, amikor az iskola bekapcsolódott, akkor már három naposra bővült. És mondhatom, hogy ugyanazok a program részek alkotják, mert a születi napok megnyitását mindig elvégezte valaki, a plakát vagy kiállítással egybekötve, most épp a plakátkiállítás következett, hogy bemutassuk a felnémeti civil szervezeteknek az eddigi működését. Holnap születi játszóház lesz délután a gyerekeknek, az alsós tanulóknak. Most lesz majd sutú, ugye, amit nem így hívnak hivatalosan, hanem prés, szőlőprés. Darálják a szőlőt, és utána megkóstolhatja mindenki a keletkezett vagy a készült mustot. Szombaton 13 órakor kezdődik a születi koszorú szentelése a templomdombon, a templom előtt. A Cibere Zsolt atya fogja megszentelni a koszorút, és miután ott sorba álltunk, elindul a menet a Felnémet utcáin egészen a könyvtárig, a kultúrház, régi kultúrház volt ez. Ott egy rövid műsor lesz, az óvodásoknak a születi műsora, illetve az iskolásoknak, a Virágvirága tánccsoportnak vagy iskolának a műsora, táncolnak majd, és a Felnémeti Vadvirágok énekkar fog születi dalokat énekelni. Miután ide kijöttünk, a Tarsoly József hegybíró úr fogja tartani a borkóstolást, illetve borbemutatót, bormustrát. A negyedik nap lesz most, sajnos a mai nap szokott lenni csütörtökön megnyitó idején, de most elcsúszott hétfőre, dr. Dula Bence borász úrnak a gimnazistákhoz szóló programja, ami a kulturált borfogyasztásról szól. Ez a programunk, és ez majd, hogy nem minden évben már így alakul, csak mindig más-más tartalommal azt töltjük meg, más szerepel, más kiállítás, más a témája a kiállításnak, és ez már hagyományi nálunk régóta. Juhász Attila Simon büszke a városrész kezdeményezéseire, hiszen ezek a hagyományok példaértékűek a fiatalok számára. Felnémet egy, annak ellenére, hogy egy város rész, egy nagyon falusias, nagyon vidékies hangulatú, olyan összetartó közösség, ami köré, a két centrum köré szervezi a rendezvényeit, és nagyon büszkék az épületekre, de leginkább nem az épületekre, hanem az épületekhez kapcsolódó hagyományokra, és arra a munkára, ami itt például a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban is zajlik. Nagyon jó fóruma ez annak,
hogy itt a fiatalokkal, a helyi fiatalokkal megismertessék. De ugye nem csak a helyi fiatalok járnak ide, hiszen az általános iskolája is nagyon népszerű Felnémetnek, tehát városszerte érkeznek a gyermekek ebbe az intézménybe, a gimnáziumba, pedig megyeszerte, vagy akár megyén túlról is. És itt egy olyan fajta közösség van már évek, vagy mondhatom azt, hogy évtizedek óta, amelyik büszke a hagyományaért, és ezt a büszkeségüket abban is kifejezik, hogy be is mutatják, és nem csak a hagyományaikra büszkék, hanem azokra az emberekre is, akik tesznek szűkebb közösségükért. És ezt én példaértékűnek tartom, hogy azok az emberek, akik szívüket, lelküket beleteszik abban, hogy ez a település rész folyamatosan fejlődjön, megőrizzék a kultúráját, de mégis folyamatosan előre tudjanak lépni, azok példaképek itt az iskolában a gyermekek előtt, de nem csak példaképek, hanem ténylegesen, tevőlegesen is dolgoznak azért, hogy az intézményben jobb, magasabb színvonalú oktatás folyhasson, nyilván nem a szakmai részére, hanem az anyagi technikai részére gondolok, amivel ezt hozzá tudnak tenni, illetőleg tesznek azért érdemben, hogy ez a városrész egy összetartó közösség maradhasson. A szüreti hagyományoknak megfelelően nem maradhatott el a szüreti koszorú szentelése. Cibere Zsolt, a felsőtárkányi plébánia kormányzója hangsúlyozta, hogy a szőlőfürdben benne van mindenki munkálkodása, és a szőlőn keresztül azt a tevékenységet áldja meg, amit nap mint nap végzünk. Urunk, mindenható Istenünk, te meghagytad az embernek, hogy művelje és gondozza a földet. Esedezve kérünk, adj nekünk mindenkor bőtermést, teremjenek mindenek bőséges gyümölcsöt, tarts távol tőlünk a viharok és a jégverés fenyegetését, hogy minden elvetett mag a földben és a szívekben sokszoros termést hozzon Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Úr legyen veletek! És a te lelkedet! Isten minden javak forrása, áldja meg, és termékenyítse meg munkátokat, minden ünnepeteket, együttléteteket, hogy hagyományaink és adományaink örvendjenek és szüntelen dicsérjék munkánkat és ezáltal mi Istenünket, aki él és uralkodik mindörökké. Így áldjon és őrizzen meg mindnyájunkat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És áldott együttlétet, sok jó kedvet, örömet, vidámságot kívánok a mai napra mindenki. Az ünneplő tömeg zene kíséretében, lóháton vagy gyalog, népviseletben vonult végig Felnémet utcáin.